Fel nagy örömre megszületett, aki utána földebedett. Mária karján égi a lény, isteni kisdet szűznek ölén. Egyszerű pásztor, tégy közelebb, nézd a te édes Istenedet. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet. Nem ragyogó fény közt nyugoszik, bár sonyos ágya nincs neki itt, csak ez a szalma koldusi hely, rámeleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez az ég és földi király. Egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez az ég és földi király, aki Betlehembe érkezett, és aki el akar jönni a te szívedbe. Egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez a király, mindeneket alkotó és teremtő Isten, méltónak talált téged arra, hogy szállást vegyen a szívedben. Egyszerű pásztor, egyszerű hívő, egyszerű orvos, jogász vagy tanár, egyszerű nyugdíjas vagy pap, egyszerű Istennel szemben mindenki az. Olyan egyszerű az életnek ez a titka, csak mi komplikáljuk túl azt. Isten maga, a fenség és egyszerűség, béke és nyugalom. Béke fejedelmeként, ártatlan gyermek képében jött közénk. Őt ünnepeljük most. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok, Istennek fia, aki született, jászolban, jászolban, ő lesz ennéktek üdvözítőtök, valóban, valóban. Pásztorok, pásztorok örvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntést mondanak a kisdednek. Kiváltságot hozott az embernek, angyalok szózata minket is hív. Értse meg ezt tehát minden hűszi, a kisded Jézuskát mi is áldjuk, mint a hív pásztorok ma azt halljuk. Istenünk,
Magasztalunk téged az életünkkel, magasztalunk téged a létünkkel, magasztalunk téged ajándékaidért, magasztalunk minden szívdobbanásért és lélegzetvételért. Istenünk, magasztalunk téged most és mindenkor és mindörökké. Rád bízzuk a jövőt, ahogy a múltunkat is. Rád bízzuk az életünket, testünket, lelkünket, kapcsolatainkat, egészséget, betegséget, örömöt és békét, békétlenséget. Rád bízzuk a konfliktusokat, amelyeket nem tudunk megoldani. Istenünk, önmagunkat ajánljuk föl neked, mint ahogy te önmagadat hoztad el. Légy áldott ezért, Urunk. Isten gyermekét érgalmat közénk lehozott, angyaloknak énekével néked áldozott. Terjeszd fölém kezedet, hogy az Isten szeretet tölts el ma szívem, lelkem jászolott ővén. Bár nem látom gyermek arcod, szent vonásait, hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt. És mosolygón felfogod könnyemet, amit hozok, ajándékul jászolodnak trónusához én. Isten gyermek, nézd szívemnek forró vágyait, boldogságot adni másnak nincs hatalma itt. Csak te néked, Istenem, ó, ha arcod megjelen, áldott ostya szent színében, boldog vagyok én. Ó, gyönyörű, szép, titokzatos ég, égszemű gyermek, csöbózsa evén. Bizsdetként az édes úr jászolában megsimul, en karácsony éjjel. Ó, fogyhatatlan, csodálatos ég, ó, pehely ostya, csöbóza enyér, benne lásd az édes úr, téged szomjaz rád borul, s egy világgal él fel. Istenünk, engedd meg értenünk, hogy téged szeretni egy világgal él fel, hogy benned minden ajándék adott. Te magad vagy az ajándék, te vagy az ajándék teljessége, te vagy az ajándékozó Isten, aki fiadban önmagadat adod. Urunk, engedd megértenünk karácsony titkát, neked nem volt elég a teremtés, nem volt elég ez a gyönyörű új világ, nem volt elég, hogy egy szavad létehívjon mindent. Neked több kellett, mély, bensőséges, intim kapcsolat a legtökéletesebb teremményeddel, aki az ember. És mert az ember lázadt és ezt elrontotta, ezért küldted el fiat, hogy azt helyrehozza. Áldunk és imádunk téged, Urunk, ezért a titokért.
És azért is, Atyánk, hogy megengedted érnünk ezt a mai napot. Hányan és hányan távoztak az élők sorából. Már több, mint 1,5 millió embertársunk, aki a vírus áldozataként távozott. Légy áldott, Urunk, hogy megoltalmaztál minket, hogy megóvtad életünket. Légy áldott, Urunk, minden ajándékodért, házad szentségéért, javakaért. Légy áldott, Urunk, most és mindenkor és mindörökké. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek, dicsőség Istennek, békesség földön az embernek, békesség földön az embernek, kit az igaz szeretet, a kis Jézus az vezet, békesség, békesség én benned. És most hallgassuk meg, ugye Szentírás hogy tudósít erről az éjszakáról, hogy írja le Szent Lukács evangélista az éjszakának történetét. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész földkerekséget. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Quirinius volt Szíria kormányzója. El is ment mindenki a maga városába, hogy összeírják. Fölment tehát József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívtak, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban volt. Amikor ott voltak, beteltek Mária napjai, és megszülte első szülött fiát. Pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Azon a vidéken pásztorok tanyázták, és őrizték nyájukat az éjszakában. Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Úr fényessége beragyogta őket.
Nagy félelem vett erőt rajtuk, az angyal azonban ezt mondta nekik. Ne féljetek, íme nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. Ma született nektek az üdvözítő, az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz a jel számotokra, találtok egy pólyába fektetett, jászolba fektetett kistetet. Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akarata embereknek. Történt, hogy amikor az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk át Betlehembe, és lássuk, hogy mi történt, melyet az Úr hírül adott nekünk. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, s a jászolban fekvő kisdedet. Amikor meglátták őket, elhíreztelték azt, amit a gyermek felől hallottak. És mindjárt, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. Mária pedig megjegyezte mindezen dolgokat, és elgondolkodott rajtuk a szívében. Pásztorok pedig visszatértek, magasztalták és dicsérték Istent, mindazokért a dolgokért, amiket hallottak és láttak úgy, ahogyan megmondták nekik. Betlehem éjszakáján egy csillogó, világító fényesség, egy csillag töltötte be az éj sötétjét, törte meg a sötétséget. Betlehem éjszakáján egy csillogó fényesség magával ragadta a pásztorokat és az egész népet. Betlehem éjszakáján a fény legyőzte a sötétet. Betlehem éjszakáján egy új korszak, egy új időszámítás vette kezdetét. Betlehem éjszakáján megváltozott az emberiség, mert Isten a földre lép. Betlehem éjszakája az új hajnal kezdete. Betlehem éjszakája Krisztus születése nem csak az időszámításunk kezdete, hanem mérföldkő az emberiség életében. Szép apránként és lassan rájöttek arra, hogy új erkölcsi rend, új törvény van kibontakozóban. Ez a rend és ez a törvény gyökeresen más, mint volt addig előtte. Ez a rend és ez a törvény már sok mindent nem enged meg. Ez a rend és ez a törvény lassan kiszorítja a régit, és átveszi a helyet. Betlehem éjszakáján az emberiség megváltása kezdődött meg. Ezért hálatelt szívvel hódolunk, Urunk, előtted. Köszönjük-e megszületett gyermeket, aki békét hoz békétlen földünkre, aki békét hoz a szívek mélyére, aki békével áldja meg a kapcsolatainkat, aki önmaga a béke fejedelme. Betlehem éjszakáján új korszak kezdődött az emberrel. Isten újra szövetségre lép. Nem mintha ő elfelejtette volna az eddigieket, vagy idejét múlták volna azok. De Isten még többet akart adni, még szorosabb kapcsolatra vágyott. Még inkább el akarta magát az ember mellett kötelezni. Ezért fiát adta oda érte. És ez a váltság folyamat Betlehem éjszakáján mérföldkőhöz érkezett, és itt kezdődött el.
ezért méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy állát adjunk Istennek javaiért, ajándékok teljességéért. És gondoljunk, mint azokra a szívünkbe, akikkel köszönettel tartozunk. Családi, baráti, rokoni kapcsolatok, munkatársak, szomszédok, akik az életünket segítették. Gondoljuk szeretettel rájuk, és vigyük őket lélekben oda, ahol mi megtaláltuk betlehemi királyunk. Csendes ég, drága szenté, örvend szív, bízó ég, Isten gyermeke, vágyva néz rá. Ezzel az örökérvényű és felejthetetlen dallammal szeretnék kedves minnyájatoknak áldott meg szentelt karácsonyt kívánni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást annyian, amennyien most itt voltunk ebben a vírushelyzetben. Azt hiszem, ezt lehetett csak tenni, csinálni. Köszönöm mindenkinek a szolgálatát, mindenkinek a munkáját. Ez az év ilyen volt, mint amilyen. Talán emlékeztek rám, ha nem, akkor megkérjük Szerafin Zoltán operaőr urat, hogy a tavalyi
December 23-i fogadás első mondatát játssza be és tegye fel az internetre majd, ahol is azt mondtam, Isten hozott kedves mindnyájatokat, szeretettel köszöntelek benneteket az utolsó békés karácsonyunkon. Nem tudom, emlékeztetek-e erre a mondatomra. Fogalmam nem volt, hogy miért mondom, én nem ezt akartam mondani. Sokan megállítottatok, megkérdeztetek, hogy miért, mi van, mit tudsz, hogy utolsó békés karácsony. Hát, hogy utolsója, azt nem tudom, de hogy a tavalyihoz az idei az egészen más, az biztos. Ezzel együttvéve Jézus Krisztus megszületett, Jézus Krisztus ma is eljön a te szívedben, és nem akar se többet, se kevesebbet, mint békét adni a te szívedben. Ő a béke fejedelme, és enélkül a béke nélkül, Jézus jelenléte nélkül gyakorlatilag élhetetlen az élet. Enélkül a béke nélkül nem tudjuk megvalósítani álmainkat, nem tudjuk kiteljesíteni és önmagunkat, nem tudjuk alakítani a személyiségünket, emlékeztek az egyéniség-személyiség különbségre, ugye? Nem tudjuk kiteljesíteni a személyiségünket Isten akarata szerint. Hát, így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istentől megáldott, megszentelt békés karácsony kívánok!